feszülten figyelik Nyíregyházán a Kosbor utcán közlekedő autósokat a rendőrök csütörtök délelőtt, és hamar ki is intenek egyet közülük. A sofőr be volt kötve, és az iratokat is rendben találták. Pár perccel később azonban szabálysértést szúrtak ki a rendőrök. Sok autós viszont jól láthatóan szabályosan használja a biztonsági övet. A nyíregyházi rendőrök az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózatának fokozott ellenőrzéséhez csatlakoztak, amelyben a passzív biztonsági eszközök használatát figyelik. Februárban is tartottak már hasonló akciót. A múlt hónapban közel 14 ezer fővel szemben intézkedtek a kollégáink biztonsági övé elmulasztása miatt, illetve gyermekbiztonsági rendszer nem használata miatt országos szinten. Ebben a hónapban ezen a héten, hétfőtől vasárnapig tart ez az akciósorozat. Most jelenleg körülbelül a felénél tartunk. Itt a három nap távlatában megyei szinten elmondható az, hogy közel 600-an nem használták a biztonsági övet, illetve 10 esetben intézkedtek ilyenek biztonsági rendszer elmulasztásának használata véget a kollégáim. Alkalomszerűen pedig szondát is fújatnak. Az európai szintű ellenőrzés keretében elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint segédmotorosoknál és motorkerékpárosoknál a bukósisak használatát vizsgálják a rendőrök. A biztonsági öv nem használatával elkövet egy jogsértést, gyakorlatilag a közigazgatási bírsággal sújtják a kollégáim, amit a helyszínen tájékoztatóval kiszabnak, és akár posztterminálva is tudja fizetni a bírság összegét, és természetesen büntetőpontot is megkapja hozzá az állampolgár. Ez 3 büntetőpontot jelent. A bírság összege pedig attól függően, hogy lakott területen belül vagy autópályán történt a szabálytalanság, 10 és 20 ezer forint közötti lehet. A 12-ig tartó közúti ellenőrzés során drónokat nem használnak.